10 nappal az Európa Liga kiesést követően ismételten a Susa Ferenc stadionban van jelenése a Vasasnak, amely, mint azt bizonyára tudják, az izraeli Bejtár Jeruzsálem ellen 7-3-as összesítéssel esett ki, és már nincs az EL-ben. Ellenfele az a Diósgyőr lesz, amely az előző szezont már Bódog Tamással fejezte be, de egészen az utolsó fordulóig izgulniuk kellett a mennmaradásért. Nos, azóta a DVTK igazolt pár új játékost, ima vendégek kezdő 11-e, és többek között 23-assal Forgács, 14-essel Óvári, illetőleg az egyik csatár, a 33-as számú görög Ioannidis Nikolaos is bekerült a kezdő csapatba, egyébként ez 4-4-2-es felállás, amelyet láthatunk Bódog Tamás együttesétől. A Vasas részéről pedig Mihály Löning többek között lecserélte kapusát, és az izraeliek ellen 7 gólt kapó Nagy Gergely helyére az új szerzemény, a korábban Győrben is védő Lubos Kamenár kezd a Vasas együttesében, amely 3 hátvéddel, 5 középpályással és 2 támadóval áll fel erre a mérkőzésre. Rettentően beszorul a Vasas itt a mérkőzés elején. Ez a beadás most kevésbé jó, de Forgács még összeszedheti. Ő is egy új igazolás. Bal hátvéd pozícióban Szarkának nem jó, elmegy a hosszú oldalra. Gól! Forgács kanyarítja be középre. Ketten, hárman is elvétik. A hosszú oldalon pedig teljesen üresen hagyják Velát. Kamenár pedig tehetetlen, dropból, szép megoldás, be a jobb alsóba. 1-0 a Diósgyőrnek. 20. perc. Remili fut neki, pont középre. Ez így Radosé. Hangja azért ott van egészen közel. Itt pedig a vendég szurkoló, közel 1000 fő, aki a Diósgyőrt támogatja ezen a találkozón. És ott egy nagyon nagy védés Kamenártól! Nono végzi el a sarokrugást, és ott középen ketten is ólálkodnak, elképesztő reflexzel kiüti a jobb alsóba tartó fejest Kamenár. Busai passza már jó. Ez a sarkazás is kiváló, sőt, újabb helyzet lehet Kamenár. Másodszorra van meg neki. Szarka a 16-oson belül, Burmeister. Ez így helyzet, Kamenár véd. Teljesen üres a jobb oldal, Kleist meg is látják a többiek. Szép a labda átvédele, Kleist a 16-oson belül, két ember között, be középre! A cserekét beálló Kulcsár lövését hárítja Ivan Rados a 69. percben. Kellett hozzá ez a jó labda átvétel Kleisttől, két embert ott hagy, Kulcsár lövése viszont pont középre megy. Akrai középre, Szarka teljesen üresen, gól! 2-0-ra vezet a Diósgyőr a 73. percben. Szarka Ákos fejese talált utat a Vasas kapujába. A csereként beállt Makrai itt meglátja Szarkát. És tessék nézni, két Vasas védő is ott van, de hiába, mert kettőjük közül kibújik Szarka. Sem Vaskó, sem Simunek nem foglalkozik vele. Méterekre Szarkától a két angyalföldi védő. Murka. Murka lövi el! 84. percben remek labda átvételt követően Murka Benedek veszélyeztetett. Jó az indítás Kulcsártól, remek a labda átvétel, aztán a jobb kapufa mellett köt ki a labda. A Vasas az új szezonban a harmadik tétmérkőzését is elveszíti, úgyhogy 3 meccs alatt 9 gólt kaptak az angyalföldiek, és itt a Susa Ferenc stadionban a Bejtárán találkozott követően a Diósgyőrnek sem tudnak betalálni. A vendégek Vela góljával szereztek vezetést, amelyet a később Szarka megdublázott, és összességében azt lehet mondani, hogy mivel a Vasas nem tudott kidolgozni sok, és főleg nagy zicsert, megérdemelten győzött a Diósgyőr.